Tornacsarnok átadás, közel 40 millió forintos beruházás a Vescsik iskolában. Diák találkozó, a Kárpát-medence 5 országából érkeztek fiatalok Nyíregyházára. Befették a medencét, újra várják a sportolni vágyókat a Sóstói Park fürdőben. Ez a Nyíregyházi Televízió híradója, jó estét kívánok! Közel 40 millió forintból újult meg a Vescsik Vilmos szakképző iskola tornacsarnoka. A beruházást a Nyíregyházi Kosárlabda Klub kezdeményezésére a város önkormányzata mellett a Földművelésügyi Minisztérium és helyi vállalkozások is támogatták. Már melegítenek a sportolók a Vescsik Vilmos élelmiszeripari szakképzőiskola felújított tornacsarnokában. 10 hónapos munka után végre teljesen megújult a 25 évvel ezelőtt épült létesítmény. Gyakorlatilag a teljes tornacsarnok megújult, ahogy szokták mondani, tetőtől talpig. El kellett bontani a tetőt, újra szigetelni, újra fóliázni, hogy ne ázzon be. Kifestettük a falakat, vadonat új kemény fa parkett, a sportparkett a borítást kapott, 6 új palánkot, amelyikből 2 versenypalánk, eredményjelzőt, játékvezetői öltözőt, ami nem volt, és ezen kívül a meglévő 4 öltözőt teljesen felújítottuk. Ahogy szokták mondani, falig lett verve a 4 öltöző, új borításokat, új szanitereket, új öltözők, padokat kapott. A város legnagyobb lakótelepe melletti tornacsarnok korszerűsítésének nem titkolt célja volt az intézményben tanuló 500 diák napi sporttevékenységének biztosítása mellett a kosárlabdasport erősítése is. A Nyíregyházi Kosárlabda Klub összefogva a várossal és a fenntartóval a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által biztosított TAO támogatási lehetőséget is felhasználta a beruházáshoz. A közel 40 millió forintos felújítás 70%-át a TAO, a 30% saját erő nagy részét pedig a fenntartó Földművelésügyi Minisztérium biztosította. Összefogott a kosárlabdasport, a város, valamint az intézmény működtető minisztérium abból a célból, hogy a kosárlabdasportot erősítse, és ami ugye számunkra még inkább fontos, ez a mindennapi testnevelés során az intézményben dolgozó fiatalok, gyerekek használhatják ezt a tornatermet, tehát minden feltétel adott lesz ahhoz, hogy jól teljen az idő, a sportolási lehetőségek bővüljenek és egészséges fiatalok legyenek belőlük. A felújított tornacsarnok része annak a 3 évvel ezelőtt indult tudatos gondolkodásnak, amelynek célja, hogy modernizálják a város oktatási intézményeinek tornatermeit. Ez már az 5. iskolai tornaterem, amely ilyen modern, egészséges, új sportburkolatot kapott, és 3 további iskolát jövő nyár végéig fel tudunk újítani, ez már biztos, hiszen a Bánkinak és az ELK-nek már az adófeltöltése megtörtént, és a Móricz a 3., melynek a feltöltése remélem, hogy december 20-áig megvalósul, hogy elmondhatjuk, hogy jövő nyár végéig legkésőbb 3 újabb iskolánkban lesz ilyen modern tornaterem. A Nyíregyházi önkormányzat célja, hogy 2019-re a város valamennyi iskolájában a legkorszerűbb körülmények között sportolhassanak a diákok és készülhessenek a versenyzők. Megkezdődött az első Kárpát-medencei diák önkormányzatok találkozója Nyíregyházán, a Zrínyi Ilona gimnázium és kollégiumban. Az egyhetes programon 5 ország, közel 100 diákja vesz részt. A cél, hogy a Kárpát-medencében működő magyar diák önkormányzatok és diák tanácsok találkozásának helyet teremtsenek, ahol megismerkedhetnek egymással és egymás tevékenységeivel. Október 23-a és 30-a között rendezik meg az első Kárpát-medencei diák önkormányzatok találkozóját Nyíregyházán, a Zrínyi Ilona gimnázium és kollégiumban. Az esemény hivatalos megnyitóját szombaton délelőtt a Városházán tartották, ahol Jászai Menyhért alpolgármester köszöntötte a közel 100 résztvevőt. Rendkívül fontos Nyíregyháza megye jogúváros számára az ifjúság helyzete, itt Nyíregyházán is, és azt gondolom, hogy ha hazánkból és a környező országokból idejönnek hozzánk a fiatalok, akkor egy tartalmas és javukat szolgáló programot szervezünk. Ez a program a Városházán kezdődik, majd egy 3 napos képzést fognak lefolytatni. Ezt a megyei diák önkormányzat szervezi a Nyíregyházi megyejogúváros támogatásával. A találkozóra 5 országból, Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, a Vajdaságból és hazánkból érkeztek a fiatalok.
A program célja, hogy a Kárpát-medencében működő magyar diákönkormányzatok és diáktanácsok találkozásának helyet teremtsenek, ahol megismerkedhetnek egymással és egymás tevékenységeivel. Emellett egy olyan platform létrehozása, amely segíti a diákönkormányzatok tagjait képességeik és készségeik fejlesztésében, tréningeken és tapasztalatcseréken, hogy a munkájukban, a közéletben, később pedig a munkaerőpiacon jobban tudjanak érvényesülni. Az Ötletgazda, a Központi Ifjúsági Egyesület nagyon-nagyon régóta dolgozik határon túli magyar ifjúsági szervezetekkel. Nagyon-nagyon komoly partnerségeknek köszönhetően jöhetett létre ez a program, a Kárpát-medencei Diák Önkormányzatok találkozója, és első alkalommal reméljük hagyományteremtő lesz. A program résztvevői Kárpát-medencében működő diák önkormányzatok és diák tanácsok tagjai 14-18 éves középiskolás diákok. Szeretnénk képviselni a magyar kisebbséget a Románián belül, illetve a diák tanácsokon belül, mert hogy magyarul tanulhassanak, illetve magyar tankönyvekből. Az esemény keretében a résztvevők egy teljes hetet töltenek Nyíregyházán, ahol megismerkedhetnek a település ifjúság életével, különböző tájékoztatókon és szabadidős programokon vesznek részt. Ismét használható a parkfürdő 50 méteres medencéje. A tavaly beszerzett és jól vizsgázott speciális sátrat felállították, és várják az úszás szerelmeseit. A lefedett 50-es medence a sportolók számára is kiváló lehetőséget biztosít az edzésre, mérkőzések, versenyek lebonyolítására. Sóstón ismét lefették az 50-es medencét, ezt mutatja Podlovics Roland. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatója elmondta, a nyári szezon után leeresztették a nagy medence vizét, majd a szakemberek kicserélték a megrepett csempéket és pótolták a hiányzó fúgákat. Amikor az elkészült, felállították a tavaly beszerzett dupla falu, légtartásos sátrat is a medence fölé. Az 50-eshez, ahogy tavaly is, egy folyosón juthatnak el az úszás szerelmesei. A hétvégén a sportolók már birtokba is vették a medencét. A vízilabdások tét meccset is játszottak a medencében. A sportolók egy az önkormányzat és a Sóstó Gyógyfürdők ZRT között létrejött szerződés alapján használhatják az 50-est. Hogy milyen sportesemények vannak a medencében, arról az Aquarius főpénztáránál minden esetben tájékoztatják a vendégeket. Az úszók, a vízilabdázók egy beosztott rendszerint használják. Nyilvánvalóan ilyenkor a úszósávok le vannak foglalva a sportolók számára, de erről a pénztárnál az ide érkező turisták, vendégek tájékozódhatnak, hogy mikor milyen edzés program zajlik, illetőleg mikor vannak olyan mérkőzések, amikor részlegesen vele van zárva az úszoda. Amikor vízilabda edzés van, nagyon fontos, hogy akkor viszont keresztben lehet használni a medencének a másik felé, tehát úszás lehetőség mindenféleképpen adott. Aki a hideg hónapokban is szeretne úszni, annak nem kell más tenni, mint elmenni az Aquarius élményfürdőbe, venni egy jegyet, és már is használhatja a nagy medencét. Jó hír, hogy este fél hét után kedvezményes úszójegyet is lehet váltani Sóstón. A medence befedése és a sátor fűtése éves szinte mintegy 20 millió forintjába kerül az üzemeltetőnek. Ennek nagy része a fűtési költségből ered, mivel a sátrat és a medence vizét egy nagy teljesítményű gázkazán segítségével tartják kellemes hőfokon. Több mint 1300-an vehették át az Aktívan a Tudásért program sikeres elvégzését igazoló tanúsítványukat a Tűr István Képző és Kutató Intézet Nyíregyházi Igazgatóságán. A projekt a munkaerőpiacról a tudáshiány miatt teljesen kiszoruló társadalmi csoportokat célozta meg. Az Aktívan a Tudásért program célja az volt, hogy olyan hátrányos helyzetű felnőtteket vonjanak kompetenciafejlesztő képzésbe, akik több éve vagy évtizede nem ültek iskolapadban. A fejlesztés során igyekeztek azokat az alapvető írási, olvasási készségeket, matematikai ismereteket feleleveníteni, amelyek segítik az egyének hétköznapi életben való boldogulását, olyanokat, mint például a csekkitöltés, levélírás, valamint hivatalos levelek értelmezése. Projektelem volt továbbá az életviteli ismeretek és a mentálhigiéné megismerése is, valamint az érintettek szakmai képzésbe való bevonása, ezzel is elősegítve számukra, hogy minél közelebb kerüljenek a munkavilágához. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az Aktívan a Tudásért programhoz kapcsolódóan több mint 2600 főt sikerült megszólítanunk, a megye mind a 13 járásába meg tudtunk jelenni.
Képzésekhez kapcsolódóan pedig több mint 1400 főt sikerült képzésbe vonnunk, és mintegy 200 főnél többet sikerült foglalkoztatási programokba, és a foglalkoztatási programok segítségével pedig munkaerőpiacra segítenünk a felnőtteket. A projekt fő elemét alkotó 400 órás kulcskompetenciákat fejlesztő képzéseket valamennyi esetben az adott településen a helyi önkormányzat segítségével, helyi szakemberek bevonásával igyekeztek megszervezni, a résztvevők a program végeztével ösztönzést kaptak félbehagyott tanulmányaik befejezésére, új szakma elsajátítására, valamint a munkavilágába való visszatéréshez. A képzés befejezése után 630-an helyezkedtek el, 50%-uk új képzési programba, másik felük pedig foglalkoztatási projektbe vesz majd részt. A 2013 óta zajló 3,7 milliárdos összköltségű felzárkóztatási program keretében a TTKI 9 igazgatósága 16 ezer fő bevonásával végzett kompetencia felmérést országszerte, közülük 7200-an vehették át a 400 órás képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítványukat. Október a látás hónapja, ehhez kapcsolódik a Látni és Látszani elnevezésű országos baleset megelőzési kampány. Mindjárt jönnek a részletek, előtte azonban nézzük a nap további híreit. Szombaton délelőtt egy műszaki hibás személygépkocsi lassította a közlekedést a Rákóczi út és a Szénatér csomópontjában. A helyszínen tartózkodó rendőrök aktív közreműködése révén sikerült a hibás gépjárművet elmozdítani a forgalmi sávból. Nyíregyháza és Kótaj között történt közlekedési baleset szombaton. Egy személygépkocsi a kanyarban kisodródva elhagyta az úttestet, majd az árokba csapódott. A járműben jelentős anyagi kár keletkezett, a benne utazó két gyermeket és egy felnőttet a mentők könnyebb sérülésekkel kórházba szállították. Szombaton délután nyíregyházi társasházi otthonából telefonon kérte a mentőszolgálat azonnali segítségét egy idős asszony. Mivel a bajba jutott lakos mozgásképtelen volt, a mentők a tűzoltóság közreműködését kérték, akik egy kosaras járművel vonultak a helyszínre, és az ablakon bejutva tudtak segítséget nyújtani. A Tiszavasvári út ki- és bevezető szakaszán megkezdődtek a kerékpárút építés előkészítő munkái. Fákat vágnak ki és földmunkákat végeznek, ezért a leszűkített forgalmi sávokon sebességkorlátozás és előzési tilalom lépett életbe. Október a látás hónapja. Ehhez kapcsolódik a Látni és Látszani elnevezésű országos baleset megelőzési kampány. Az ingyenes vizsgálat célja, hogy felhívják az emberek figyelmét az évenként javasolt látásvizsgálat és az éles látás jelentőségére. Az Országos Rendőrfőkapitányság is támogatta azt a kezdeményezést, amelynek keretein belül minden októberben a résztvevő optikákban és orvosi rendelőkben bárki ellenőriztetheti ingyenesen látását. A Látni és Látszani kampány az éles látás szerepére hívja fel a figyelmet. Azért ebben az időszakban kezdődik, mert ilyenkor fontosabb az őszi-téli átállásra való figyelem felkeltése. A Látni és Látszinak, vagy a nevéből is adódik, hogy ilyenkor megváltoznak a látási körülmények a közlekedők számára, és nem mindegy, hogy hogyan látunk, és az sem, hogy hogyan látszunk. Nekünk a szakmában az a fontos szerepünk van, hogy felhívjuk a figyelmet a látás éleség megóvására, illetve a pillanatnyi látás élességéről adunk megbízható eredményt. A rutinvizsgálat során kiderül, kiszorul korrekcióra, amire rögtön megoldást javasolnak a szakemberek. Ennek kiemelt jelentősége van, hiszen ködben, esőben, szürkületben lényegesen rosszabbul láthatnak azok, akiknek valamilyen problémájuk van. A népesség körében nem számít ritkaságnak a látási nehézség. Magyarországon fiatalkorban a leggyakoribb látás probléma a rövidlátás, amely általában kisiskoláskorban jelentkezik. Ez a lakosság ötödét érinti. Idősebb korban pedig inkább olvasó szemüvegre szorulnak az emberek, amit általában életük végéig használnak. Az optikus mester szerint a gyerekeket is érdemes évente látásvizsgálatra vinni, főleg akkor, ha valamelyik szülőnél korábban már volt látás probléma. Hazai pályán 31-24-re nyert az NKC a Nyírbátor ellen a kézilabda NB1-ben. A nyíregyházi csapat legközelebb Orosházán lép pályára.
Megyei rangadót rendeztek a férfi kézilabda NB1B-ben. Az NKC azt a Nyírbátort fogadta, amelyben több egykori nyíregyházi játékos is szerepel. Így aztán pikánsnak ígérkezett a meccs, főleg annak tudatában, hogy szerdán a Magyar Kupában is találkoztak a felek. A hazaiak kezdtek jobban, és gyorsan 4 gólos előnyt szereztek, ami döntőnek bizonyult. A folytatásban ugyanis szinte végig tartotta a különbséget a Nyíregyháza. A második félidő elején ugyan 2-re olvadt az előny, de jó védekezésének köszönhetően ismét elhúzott az NKC, és a hajrában már csak az volt a kérdés, mekkora lesz a különbség. Varga Zsolt együttese 31-24-re nyert, megszerezve ezzel a bajnokságban 6. győzelmét. A csapatból a 7 gólt szerző Gubó Alex volt a legeredményesebb játékos. A Nyíregyháza a legközelebb Orosházán lép pályára. Nem volt kétséges, hogy ezt a mérkőzést megnyerjük, viszont voltak megint olyan bosszantó hibák, amiket akár nagyobb arányú győzelem is lehetett volna. Ezzel együtt persze elégedett vagyok, a legfontosabb az, hogy nyertünk, hiszen az ilyen megyei rangadók, az ilyen presztízs mérkőzések, ezek mindig nehezek. Tehát független attól, hogy ki milyen osztályban, a tabellán milyen helyet foglal el jelenleg, a volt nyíregyházi játékosokban mindig vannak ilyen vélt vagy valós sérelmek. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy ez egy jó kis hajtós mérkőzés volt, és is örülök neki, hogy sikerült ezt megnyerni. Híradónk végén nézzük főbb híreinket, még egyszer néhány mondatban. Közel 40 millió forintból újult meg a Vescsik Vilmos szakképző iskola tornacsarnoka. A beruházást a Nyíregyházi Kosárlabda Klub kezdeményezésére a város önkormányzata mellett a Földművelésügyi Minisztérium és helyi vállalkozások is támogatták. Megkezdődött az első Kárpát-medencei diák önkormányzatok találkozója Nyíregyházán, a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban. Az egyhetes programon 5 ország közel 100 diákja vesz részt. A cél, hogy a Kárpát-medencében működő magyar diák önkormányzatok és diáktanácsok találkozásának helyet teremtsenek, ahol megismerkedhetnek egymással és egymás tevékenységeivel. Ismét használható a parkfürdő 50 méteres medencéje. A tavaly beszerzett és jól vizsgázott speciális sátrat felállították, és várják az úszás szerelmeseit. A lefedett 50-es medence a sportolók számára is kiváló lehetőséget biztosít az edzésre, mérkőzések, versenyek lebonyolítására. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Csapadékmentes, kellemes őszi idő várható egész héten. Mindjárt jön az időjárás jelentés, a legfrissebb hírekkel pedig kedden este ismét várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!